2019-ben a Rákóczi Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete 5 szakra hirdet felvételt, ifjú szakember képzési szintre, ezek az óvodapedagógia, a szociális munka, számítel és adóügy, alkalmazott matematika, valamint turizmus szakokon. Ezekre a szakokra kétféleképpen lehet jelentkezni általános iskolai végzettség alapján, valamint teljes középiskolai végzettség alapján. Elsősorban mindazokat várjuk, akik befejezték a 9. osztályt, elsősorban őket várjuk ezekre a szakokra. Az ők esetükben, tehát általános iskolai végzettség alapján a jelentkezés július 1-én veszi kezdetét, és július 13-áig tart majd. Ezek a felvételizők jelentkezésüket hétköznapokon 8-tól 17 óráig nyújthatják be felvételi irodánkban, szombaton 8-tól 12 óráig, a felvételi iroda pedig Beregszász Kossuth tér 6-os szám alatt található. A jelentkezéshez a következő okiratokra, illetve ezek másolataira lesz majd szükség. Minden egyes felvételizőtől várjuk majd a személyigazolványt, pontosabban azoktól, akik betöltötték 2019. május 1-ig a 14. életévüket, akik nem töltötték be, tőlük keresztlevelet is elfogadunk. Hat kötelesek esetében katonakönyv vagy sors kötelesi könyvecske ad kiegészítő parancsnokságról is szükséges. Természetesen kötelező az oklevél, amely bizonyítja az általános végzettséget, és kérünk még 4 darab 3x4-es méretű színes okmányfotót is. Hogyan kell jelentkezni erre a szakra? Így kell jelentkezni, természetesen felvételi vizsgák is vannak. A felvételi vizsgákra július 14 és 21 között kerül majd sor. Mindegyes szak esetében kötelező a tolbamondás ukrán nyelv és irodalomból, összesen 2 megméretetésen kell majd részt venni a felvételizőknek, mint ahogy említettem, ukrán nyelv tolbamondás elnézést, az az első minden szak esetében. A második vizsga pedig egy közismereti tárgyból kell, hogy majd részt vegyen a felvételiző, amelyet a felvételiző az adott szaktól függően választ majd, ugye. A számítel és adóügy szak esetében, valamint az alkalmazott matematika szakok esetében ez a tárgy a matematika, a turizmusnál a földrajz, a szociális munka, valamint az óvodapedagógia szakokra pedig magyar és világirodalomból kell majd felvételi vizsgát tenni. A felvételi vizsgatárgya követelményei megtekinthetők, olvashatók honlapunkon a www.kmf.usz.ua internetes felületen. Ezért én azt javaslom minden felvételizőnek, aki általános iskola végzettség alapján jelentkezik majd ifjú szakember képzési szintre, hogy előzőleg nyissa meg ezeket a csatolmányokat, és tekintse meg, hogy milyen feladatsorok várnak majd a vizsga során a felvételizőkre. Jelentkezni lehet, mint ahogy említettem, teljes középiskolai végzettség alapján is, tehát 14. osztály után. Az ők esetükben az eljárás teljesen eltér, mert ők elektronikusan jelentkeznek, a 9. osztály után pedig papíralapon. Az elektronikus jelentkezés, ez egy elég bonyolult jelentkezési forma, mivel megköveteli azt, hogy a www.s.asvitasim.org.ua című honlapon egy felhasználói fiókot nyisson a jelentkező, és majd ide töltse fel adatait, mégpedig e-mail címét, mégpedig a megszerzett szertifikátok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevelének és mellékletének adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint ki kell majd tölteni a felhasználói fiókba, fel kell majd tölteni elnézést, a végzettséget igazoló oklevél mellékletét is, és egy 3x4-es színes okmányfotónak a szkennelt változatát is. Tehát ezek a felvételizők csak és kimondottan szertifikátok alapján jelentkezhetnek. 2019-ben az ifjú szakember képzési szintre 14. osztály után ők második évfolyamra jelentkeznek, második évfolyam megüresedett helyére. Az ők esetükben a következő szakokra lehet jelentkezni, alkalmazott matematikára, turizmus, szociális munka, valamint számítel és adóügy szakokra. Mindegyes szak esetében kötelező feltétel a szertifikát ukrán nyelv és irodalomból,
A másik certifikátot az intézményünk által az adott szakra meghatározott közismereti tárgyból kell majd megszereznie a jelentkezőnek. A 2019-es felvételi szabályzat értelmében a második benyújtandó certifikát két szak esetében is 3-3 tárgy közül választhatja meg szabadon a jelentkező. A szociális munkaszak esetében az Ukrajna történetéből, matematikából vagy idegen nyelvből szerzett certifikátot, valamelyikét fogadjuk el, tehát három közül, mi turizmus szakon a földrajzból, Ukrajna történetéből vagy idegen nyelvből kiadott certifikát jöhet szóba. A számítás és adóügy, valamint az alkalmazott matematika szakokon egyedül a matematikából szerzett certifikát fogadható el. Mint ahogy említettem, ez egy elég bonyolult eljárás, elsősorban a technika szempontjából, mivel megköveteli a jó internet hozzáférést, speciális berendezést, ugye szkennelőgépeket. Ezért szeretném felhívni a kedves felvételizők figyelmét arra, hogy intézményünkben egy konzultációs központ is működik, amely segíti majd a felvételizőknek megnyitni ezen a felületen a felhasználó fiókot, valamint fel is tölteni az adatokat, valamint miután ez megtörtént, július 10-től július 29-e között a felvételizőnek 11. osztály után ifjú szakember képzési szintre be kell nyújtani a jelentkezési kérelmét ezen a felületen keresztül. Tehát be kell jelölni azokat a szakokat, ahová szeretne majd felvételizni. Még egy fontos információ a 19-es felvételi szabályzat értelmében, hogy elfogadjuk a 17-es, 18-as és 19-es certifikátokat is. Kivételt képeznek a certifikátok idegen nyelvből csak a 18-as és a 19-es évben szerzett certifikátokat fogadhatjuk el. Kérem a tisztelt felvételizőket, hogy figyeljenek oda a dátumokra, figyeljenek oda az eseményekre, ezeknek az elmulasztása lehetetlené teszi azt, hogy részt tudjanak venni a felvételi eljárásban 2019-ben, ezért kövessék internetes felületünket, minden információ ott napra kész, elérhető, vizsgarend elérhető. Kérem ezeket az időpontokat, tartsák be és kövessék.